Csúfolásig megtelt a sportcsarnok diákokkal, tanárokkal, hozzátartozókkal, hiszen mindenki kíváncsi volt a végzősökre. 7 osztály, közel 200 diákja állt a küzdőtéren, miattuk telt meg a lelátó. Minden osztály tánccal készült. Lesz keringő, és lesz palotás is. És utána a végén pedig egy közös megnyitó, és utána minden diák a szülőjével, tehát a fiúk az édesanyjukkal, a lányok az édesapjukkal táncolnak. 2 osztályunk fog érettségizni, 5 pedig szakképző osztály, tehát ők OK-i és vizsgát fognak tenni a tanév végén. Az 5 osztályból 3, akik a 2+2-es képzésben vesznek részt, 2 osztály pedig az előrehozott 3 éves szakképzésben végezik tanulmányaikat. Szerintem szeptember eleje óta, vagy már lehet, hogy tavaly, amikor látták a felsőbb évesek szalagavatóját, akkor már elkezdtek gondolkodni, hogy mi lesz majd, ha ők is idáig eljutnak. Ez egy nagyon jó évfolyam, tehát kevés volt a lemozdulás, és ebben az évben valóban sokan fognak vizsgát tenni, illetve érettségi vizsgát tenni, és szakmai vizsgákat is sokan tesznek. Nem megy a tanulásra, sőt dopingolja őket egy kicsit, mert nagyon nagy lelkesedések tanulják be a táncokat, a műsorszámokat, és egy kicsit összehozza az osztályokat újra ebbe a nagy vizsgai időszakban, amikor már elkezdik a vizsgálatok felkészülést. Én úgy gondolom, hogy ez egy örömet a diákaiaknak is. A diákok már hónapok óta készülnek erre a jeles eseményre, a legnagyobb erőpróba a hagyományos tánc betanulása. Hát a lányok nagy szerelme minden ilyen szalagavaton, a mennyasszonyi ruhába a keringőzés, ezt minden évben minden iskola lányai megteszik, és nagyon szépek, meg kell, hogy nagyon szépek, de hát azért visszatérő műsorszámok vannak, profi betanító tanáraik vannak, és ugye azok a tanárok azért általában majdnem minden évfolyamnál, következő évfolyamokon egymásnak adják át a gyerekek a tanárokat, és majdnem mindig ugyanazt tanulják be, de nagyon szépek, ugye azért változatosak. A mai önfelett szórakozást hétfőtől újra komoly munka követi majd. Hétfőtől megint tanulás, és hát reméljük, hogy büszkén fogják viselni ezt a megkülönböztető kis szallagot, és ez újra motiválja őket, és komolyan veszik, hogy most már rá kell készülni. Közel van a vizsga.